Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Tehát ahogy az összefoglaló ajánlónkban is láthatták, a különböző pártok képviselői különböző helyszíneken emlékeztek meg március 15-éről, bár ahogy ez már lenni szokott nemzeti ünnepeken, legkevesebb éppen a nemzeti ünnepről vagy a történelmi eseményről szólnak ilyenkor a beszédek, vagy legkevésbé erről szólnak a beszédek. Ha igen, akkor mondjuk a forradalmi párhuzamot vonják meg a szónokok, így tett a miniszterelnök is, de erről majd később beszélünk. A szocialisták is napi aktuál politikai kérdésről beszéltek, és Esztergomban emlékeztek meg március 15-éről. Mesterházi Attila vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Miért mentek Esztergomba? Hát több ok is volt rá. Az egyik az az, hogy hát Budapesten a Fidesz lefoglalt minden olyan helyet, ahol lehetett történelmi helyszínen ünnepelni, de a másik sokkal fontosabb volt, hogy Esztergom egy olyan szimbolikus helyszín, ahol kicsibe megtörtént már mindaz, ami az országban is történik. Tehát ha valaki látni akarja, milyen egy korrupt, csőd közeli fideszes politika, akkor az elmegy Esztergomba, megkérdezi az esztergomiakat, és akkor ők el tudják mondani, hogy hova vezetett az, hogy Medgyes Tamás és az ő követői volt polgármesterként. Mindenben keresztbe tesznek az önkormányzatnak, semmilyen észszerű programot nem hajlandanak támogatni. És ugyanezt történik nagyjából országos szinten is, hasonló fideszes csőd és kudarcos politika. Hát ez Tétény Éva már bő egy évvel ezelőtt megmondta, hogy lassan mindenki rá fog ébredni arra, hogy esztergomi. Na de azáltal, hogy most értem, hogy Esztergomnak már van egy ilyen szimbolikája is, de azáltal, hogy nem Budapesten volt a megemlékezésük, hát így nagyon sok pártoló, szimpatizáns meg kizártak abból, hogy esetleg csatlakozzanak Önökhöz. Ez a veszélye fennáll. Így is azért több ezeren voltunk, 3-4 ezer fő vett részt a rendezvényen. A helyszín is olyan volt, hogy többen nem fértünk volna el, de természetesen mi arra is buzdítottuk a pártagjainkat, különösen a budapestieket, hogy a Milánnak a rendezvényén vegyenek részt, hiszen Budapesten is volt megemlékezés, és ahogy hallottam és láttam a hírekből, az is egy nagy rendezvény volt, nagyon sokan mentek el, és hallgatták meg ott is a szónokokat. Ön egyebek mellett azt mondta, hogy a magyar egy bátor nemzet, a magyar kormány pedig gyáva, mert hogy a saját hatalma érdekeit képviseli. Hát aki a saját hatalma érdekében mindenre képes, és mindent meg is tesz, és meg is valósít, hát az nem gyáva, az aztán az igazi bátorság. Tehát itt egy kicsit logikailag nekem... Nem, ugye azt mondtam, hogy azért gyáva, mert mindig a nemzet mögé és a nemzeti érdek mögé bujik, és miközben pedig a pártpolitika érdekeit képviseli. Tehát magyarul mindig pajsként tartja maga előtt a nemzetet, a magyar népet, a magyar nemzeti érdekeket, és sosem meri megmondani azt, hogy ez az én személyes pártpolitikai érdekem, és másik részről pedig azért is gyáva, mert még a mai napig sem meri megmondani az embereknek azt, hogy mit kellene tenni annak érdekében, hogy Magyarország kilábaljon a válságból, hogy a munkanélküliség csökkenjen, hogy egyszerűen egy olyan gazdasági pályára álljon az ország, ami közép és hosszú távon egy ilyen fenntartható fejlődést jelent Magyarország számára, és ne pedig elszegényedést és további munkanélküliséget. De látott ön már olyan élő kétlábú politikus, aki kiállt és azt mondta, hogy emberek, én maguk ellen cselekszem, én tulajdonképpen nagy évben lesajnálom, hogy maguk hogy élnek, én a saját kis politikai pecsenyémet sütögetem, és azt tartom szem előtt, aztán jól elbújok a nemzet egysége, meg nem tudom mi mögé, mint egy pajzs mögé. Tehát hát ettől még ez gyáva dolog, tehát félreértés ne essék. Kétszer már a választók megtapasztalták azt, hogy nem őszintén, nem egyenesen beszéltek velük a kormányra jutó politikai pártok. Ebben nekünk is van hibánk és van tanulnivalónk. Épp ezért mondtam azt, hogy nekünk a legfontosabb az, hogy a saját hibáinkból is, meg a Fidesz hibáiból is tanuljunk, és változtassunk ezzel, hogy ne így folytassuk tovább. Épp ezért gondolom azt, hogy 2014-ben nem szabad nem őszinte és nem egyenes programmal nyerni, hiszen akkor ugyanazt fogják megtapasztalni a választók már harmadszor. Tehát én azt látom, hogy Orbán Viktor nem tesz mást, mint hogy saját politikai hatalmi érdekeit képviseli, és ehhez próbálja mindig valahogy a magyar nemzeti érdeket társítani, miközben a kettőnek az ég egyet a világon semmi köze nincs hozzá. Ma Magyarországnak pont az lenne az érdeke, hogy együttműködjünk az Európai Unióval, és az együttműködés az nem jelent kolonizációt, az nem jelent gyarmatosítást. Ez egy butaság, hát nem butaság, inkább úgy mondom a szélső jobb oldalnak és a radikális jobb oldalnak szóló üzenet, hogy mi nem leszünk gyarmat. Miért most jelenleg azok vagyunk? Tehát Orbán Viktor is azért dolgozott az elmúlt 20 évben, hogy Magyarország csatlakozzon
az Európai Unióhoz és a NATO-hoz. Akkor miért dolgozott azért, miért tartotta fontosnak, hogy az aláírás pillanatában ő is kint legyen Athénban, amikor az akkori megyesi kormány nevében Megyesi Péter aláírta ezt a dokumentumot. Tehát látszik, hogy ez most nem szól másról, mint a saját szélsőségeseinek és a saját radikális táborának az egybentartásáról, amikor arról beszél, hogy az Európai Unió az nem jó Magyarország számára. Nem azt mondta, hogy az Európai Unión kívül is van élet, ezt máskor mondta. Ezt mondta már régebben, és nem azt mondta, hogy az Európai Unió most minket gyarmati sorba taszajtott már, hanem gyakorlatilag az a bizonyos kettős mérce, meg ahogy velünk viselkednek, ahogy beleszólnak a mi nemzeti dolgainkba, na ezáltal válnánk mi, hát én azért úgy értettem, hogy jelképesen gyarmattá, tehát hogy nem seregek jönnek Magyarország földjére. Az a helyzet, hogy amikor csatlakozunk egy klubhoz, az Európai Unió egy picit egy ilyen klubként is felfogható, akkor a klubnak vannak szabályai. És aki tag akar ott lenni, annak ezt a házi rendet be kell tartani. Magyarország önként vállalta, hogy az uniónak az alapértékeit, alapelveit és a közösségi joganyagot is tiszteletben tartja. Most van egy kormány, amelyik először, amióta mi csatlakoztunk, hát nem foglalkozik ezekkel. Azt gondolja, hogy bármit megtehet. Ma már Orbán Viktor nem csak a magyar nemzetet akarja megosztani, hanem már Európát is meg akarja osztani ezzel a politikával. A miniszterelnök rendelkezik egy olyan téves, néha azt mondom, beteges vízióval, ami arról szól, hogy ő valami pionyírő, valami úttörő, aki Magyarországon is forradalmi tetteket hajt végre, de Európában is úttörőként viselkedik, és majd az európai hatalmak, vezetők ráébrednek, hogy a magyar miniszterelnöknek micsoda fantasztikus teljesítménye van, és majd őt fogja követni mindenki, és ők tulajdonképpen az élesztő ebben az uniónak a formálódó világában. Szerintem meg egyszerűen csak arról van szó, hogy a vízióját rá akar erőltetni a valóságra a miniszterelnök, és ez nem fog menni. Magyarországgal szemben az unió csak azt teszi, mint bármely más országgal szemben, és én ennek nem örülök. Tehát nem jó az, hogyha Magyarországgal szemben kötelességszegési eljárás van. Tehát, hogy másokkal szemben nem ilyen szigorúak, mint velünk szemben. Szerintem itt az a baj, hogy a kettős mérce általában soha sehol sem jó. De a kettős mérce akkor igaz, hogyha ugyanazok mellett a paraméterek mellett születik A és B döntés. Magyarországnál az volt az egyértelmű döntése az Európai Bizottságnak és a pénzügyminiszterek tanácsának, hogy a magyar költségvetési deficit csökkentéséről szóló terv, amit a magyar kormány előterjesztett, az nem hiteles.